A társalgás során elhangzott, hogy az elmúlt hónapokban a fürdő látogatottsága szinte megduplázódott, ami részben a marketing újításoknak és más komfortérzetet javító intézkedésnek köszönhető. A közeljövőben is több országos és külföldi szakmai konferencián képviselteti magát a Hagymatikum, azzal a céllal, hogy a belföldi és a keleti országokból érkezőkön kívül az osztrák és a német vendégek számára is vonzóvá válhasson a létesítmény. A 9,5 milliárd forintos fejlesztésben nagy hangsúlyt kap a családi élményzóna megvalósítása, ami jó hatással lehet a szállásadók forgalmára. A vendégforgalmam évről évre emelkedett, úgyhogy avval nincs is most már probléma, hál' Istennek, de nagyon örülök ennek a 9,5 milliárdos új beruházásnak, mert bízva abba, hogy még több vendég lesz, és télen is lesznek vendégek. Nyáron nincs probléma, a kihasználtságban nyáron 100%-osan megyünk, és most szilveszterkor is 100%-osan ki voltak adva a szobák, viszont vannak még az őszi-tavaszi időszakok, meg a téli időszakok is, amikor még kevés a turista, tehát jóval többen jöhetnének. Bár még csak egy évvel ezelőtt indította el vállalkozását a Jászmin Apartman tulajdonosa, aki a fürdőfejlesztés hallatán már azon gondolkodik több társával együtt, hogy további szálláshelyeket nyitnak. Mindenféleképp szeretnénk a Marosparton egy nyaralót átalakítani vendégek fogadására apartmannál, ami nem csak már én gondolkozok benne, hanem már tulajdonképpen a nyári szezonra vár már egy másik nyaraló, amit apartmannál alakítottak át. Nyári szezonra igen szeretnénk mindenféleképp bővíteni. Ez igazság szerint szezonálisan lesz nyitva, és indokoltnak tartom a bővítést mindenféleképp. Ha a Hagymatikum bővül, akkor ez pedig további vendégeket fog vonzani. A találkozón elhangzott, hogy a szálláshelyek mellett más vállalkozásokra is kedvező hatással lehet a bővítés, köztük a vendéglátóiparra és a munkahelyek számának növekedésére. A fürdőszalon beszélgetésről készült felvételt jövő hét szerdán 18:30-kor láthatják majd.